Jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk tovább a Mokát. Én reggel 7 órakor azt mondtam önöknek, hogy én egészen biztos vagyok benne, hogy ez Vujic Trutkónak a mai napon a kedvenc témája lesz. Azt mondta, hogy ez egészen bizonyosan így lesz, mégis úgy döntött, hogy távozik a stúdióból és kávét hoz nekem, amíg az Instant Man nagyobbításról beszélgetünk. Vendégeinkkel dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebésszel és Szunai Linde szépségkirálynővel. Jó reggelt kívánok, mert hogy egyébként ez az egész nem vicc, tehát tényleg van ilyen, ráadásul Amerikában, hogyha jól tudom, akkor arról van szó, hogy a nők mindösszesen egy ebédidő alatt bemehetnek a plasztikai sebészhez, kérnek egy órás szünetet, majd megcsináltatják a ciciket, és visszamennek dolgozni. Ez a háttér. Ez a valóságban működhet így? Jó reggelt kívánok mindenkinek, és sajnálom, hogy nem ül itt melletted ugye a szomszédod, mert... Ha esetleg a Trutkot valaki látja, egyrészt az amerikai kávémat, azt nagyon szeretném, hogyha magával hozzá, de jöjjön ide. Szerintem ez a téma életbevágónál. Annyi, hogy létezhet biztos ez a történet, csak gyakorlatilag pénzkidobás. Tehát ugye, amivel engem is felhívtatok ugye ezzel a témával kapcsolatban, hogy fiziológiai sóoldata volt töltés, ezt tényleg gyorsan elvégezhet, ezt akár szájba is lehet tölteni, csak nincsen semmilyen következménye, mert gyakorlatilag a fiziológiai sóoldat nagyon gyorsan felszívódik. Ja, hogy ez nem marad meg, hanem bemegy az ember ebédidőben, a vacsira jól néz ki, és reggelre újra minden olyan, mint régen. Ha most erről a úgymond fölröppent pletyka hírről van szó, az létező beavatkozás rövid idő alatt ugye elvégezhető, hogy mondjuk hialuronsavval, mondjuk a saját zsírral tölt, és azért az egy picit bonyolultabb, mert valóban meg kell nyerni. Én egyiket sem szeretem, mert gyakorlatilag egy nem burokkal rendelkező valamilyen anyagot juttatsz be nagy mennyiségben egy üregbe, vagy egy üreget képzel vele, nagyon nagy a lehetősége a csomóképződésnek, befertőződésnek, elfolyósodásnak. Például a hialuronsavval történő töltés már 2012-ben Németországban, meg több országban is már nem javasolt beavatkozást kényszerítik. Ez a ráncfelvarrás, amire nem, azt használják? Nem, melltöltés. Ja, az... Tehát, hogy a szilikont próbálják ugye valahogy a piacról ugye letéríteni, és ugye próbálnak helyette valami olyan beavatkozást, olyan anyagokat hozni, ami saját vagy a testhez közelibb anyag. Csak az a baj, hogy ezek még nem nyertek célt, és mondom, a hialuronsav töltés kifejezetten nem javasolt, mégis magyar websájtokon tömkelegével lehet olvasni még mind beavatkozást, és a saját zsíravol töltés meg az a gond, hogy bejön egy ilyen szép fiatal, csinos, vékony, hogy honnan nyerek annyi zsírszövetet, ami egyáltalán ennek a megfelelőjét tudná okozni, ami egy világos, viszont elmény. Ugye azt mondják a nők, hogy azért tök jó, hogy van ilyen a piacon, mert hogy legalább ki tudják próbálni, mi lenne, ha nagyobb lenne, mi lenne, ha másképp néznék, és esetleg nem tetszik, akkor felszívódik, és folytatom tovább az életemet ugyanúgy. Hogyha lenne egy ilyen lehetőséged, vagy egy ilyen vouchered, hogy kipróbálhatod, hogy mi mindent lehet a testedből kihozni mondjuk egy óra alatt, egy délután alatt, akkor te mire fizetnél be? Én semmire. Tehát én nem érzem ennek létjogosultságát, és én azt gondolom, hogy a testem az nem játék, nem arra való, hogy most ezt-azt kipróbáljak. Azt meg tudom érteni, hogyha valaki azt mondja, hogy én úgy döntöttem, hogy szeretnék implantátumokat a mellembe, de előtte kipróbálnám, hogy milyen érzés, hogyha nagyobb, hogy nézek ki. Azt meg tudom érteni, de hogy valaki csak azért, hogy buliból és kipróbáljuk. Tehát én azt gondolom, hogy ezek veszélyesebb dolgok annál, mint hogy csak így jön egy gondolat, csináljuk meg, és akkor kész. Mit most nézem a képeket, csupa természetes mellett sikerült a képernyőre. Ezeket egy ebédidőben megoldani, fizikai sódatai, egy vödör víz kéne szerintem, de gyakorlatilag ugye nem ez a cél szerintem ebédidőben, sem pedig a hölgyek nagy részének, hála az égnek, De normális esetben egyébként mennyi időt vesz igénybe egy ilyen műtét? Hát egy normál műtét, hogy ma is csinálok, most oda megyek, egy órás műtét, egy mellnagyobbítás, tehát nem egy borzalmas beavatkozás, de viszont, hogy hogyan lehetne modellálni, ez nem kell fizikai sót töltögetni a mellben, léteznek háromdimenziós fotoapparátus rendszerek, nálunk is van a klinikán, erre kifejezett amerikai gépek és rendszerek és programok léteznek, tessék, időjárás jelentő vetkőzik. Nagyon képben vagy, te figyelsz minket. Pontosan tudod, hogy mit látsz a demóban. Na, itt van, tessék. Én teljesen ellene vagyok ezeknek. Tehát, hogy én azt gondolom, én örülök, hogy engem behívtatok ezzel a témában, mert én abszolút ellene vagyok. Mert a plasztikai sebészet. Igen, igen. Kérték itt egy rólot, jó? Tehát, igen, de nem is arról, tehát, hogy arról viszont, hogy mondjuk, hogyha engem megkérdeznek. Nem, hogyha engem, hogy te Lindát el tudod képzelni? Nem, 21 éves vagyok, nem. Valószínűleg, hogyha
hogyha egyszer lesz gyerekem, vagy több, és utána meglátom, hogy hogy alakult a testem, utána igen. De az, hogy most arról beszélgessek, hogy tényleg, és egyébként meg már szerintem ez megy ki a divatból, az, hogy ilyen 20 éves lányok divatból megcsináltatják. Hogyha ez valóban indokolt, mert van, amikor indokolt, hogyha tényleg megereszkedett, nagyon kicsi, nem olyan már az évek elmúltával, azt meg tudom érteni, ez ugyanolyan, mint hogyha valakinek balesete volt, és abból kifolyólag kell plastikai sebészhez. Lehet, hogy bizonyos formák mennek ki a divatból, tehát talán ezek a ez nagyon lufis cicik már talán nem működnek. De gyakorlatilag Linának igaza van, tehát a fiatal korban elvégzett műtéteket mi is értékeljük, hogy melyiket van értelme elvégezni, melyiket nem. Megereszkedésnél hegeket nem teszünk ugye egy fiatal hölgynek a mellére, mert zsákutcába kerülhet akár a szexuális életében ebből következőleg, illetve ugye vannak a normális méretek és a jó külső, nincs szükség rá. De van, ahol viszont, és a fotóalbumot, hogyha megmutatnám az előtte képet, ott azért vannak olyan esetek, ahol megértem a hölgyek döntését, végülis ez adja a mindennapi munkánkat, remélhetőleg az indokolt eset, és nem az indokolatlanok. Én örülök ennek a párosításnak, mert fontos volt, hogy ezt elmondom egyébként mindenféleképpen, persze, mert nem jó az az üzenet, hogy csináljátok, mert erre szükség van. Ha szükség van, oké, de így egyébként csak brahiból nem. Trutko megérkezett, nem akart beülni ebbe a beszélgetésbe, a kávémat viszont meghozta ezt. Köszönöm szépen, nagyon, ha megtennéd, hogy idehozod, mert mindjárt elalszom. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok. Köszönöm szépen.